Sziasztok, Orsi vagyok. A cukrászatban van egy olyan nevű kis dekoranyag, hogy tűl. Úgyhogy én most felteszem a vajat egy kis lábosban, és egészen addig melegítem, óvatosan, közepes fokozaton, amíg azt nem látom, hogy ilyen szép, kellemes aranybarna színt nem kap. De tényleg óvatosan kell vele bánni, mert ha égett szagot érzünk, akkor már megégett a vaj. Nekünk az kell, hogy ilyen nagyon kellemes, diós, magyarós aromájú illat terjengjen. No, már lehet látni, hogy szépen felhabzott, és kapott egy nagyon szép színt, plusz én érzem is az illatát. Te is veszem, hogy megégjem. És innentől kezdve annyi a dolgunk, hogy mindent összekeverjünk. Itt most sós pörkölt pisztácia és mandula van összedolgozva, tojásfehérje, kristálycukor, pici liszt, a só, ugye? Picit összekeverem. Óvatosan hozzáadagolom a vajat. Teljesen csomómentesre elkeverem a tésztát, és hogyha ezzel is meg vagyok, akkor hozom a sütőpapíros tepsit, fogok egy kanalat, és szépen kiadagolom. Mivel sok benne a vaj, ezért nagyon szépen ilyen kis lapos korongá fog szétsülni, úgyhogy nem szabad zsúfoltan pakolgatni. Amúgy iszonyatosan jó az illata, nagyon-nagyon lehet érezni ezt a hűtött magyarós illatot. Erre most 9 darab fért, ez is be a sütőbe, 170 fok, elő van melegítve, és a sütési idő 15-18 perc, elég húzós a sütési ideje, de ugye alacsony fokozaton történik mindez, és egy türelem. Elkészültek a kis csodák, akkor jó, hogyha a szélük, mutatom, ilyen szép aranybarna, és arra kell figyelni, hogy nem szabad, hogy ez egész ennyire átsüljön, mert akkor nagyon kemény lesz, amikor kihűl. És igazából több tennivaló nincs is vele, csak meg kell venni, úgyhogy jól fágyat.